És vágjunk is bele a mai, a csütörtöki beszélgetésünkbe, 2024. október 17-e csütörtök van. Köszöntjük a ránk hangolódókat a Facebookon élőben figyelemmel, kísérőket kellemes délutánt a 18 órás ismétlés hallgatóinak, és nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Malata Zsoltot, Örkény régi új polgármesterét, hiszen te most azért folytonosságot is viszel ebbe a dologba, hiszen a polgármester úr lemondása óta az utolsó hónapokban te már benne ültél a székben. Szia, köszöntünk! Szia, jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Igen, egy hónappal a választás után én már átvettem a munkát, és berendezkedtünk nagyjából a feladatokra, így egyébként könnyebb volt akár az alakuló ülést is előkészíteni, vagy például az ipari parknak ipari park projektnek a mérföldkövét is meglépni, tehát ez egy részünkről egy ajándék volt, egy olyan időszak, ami jó volt. Ugye nagyon sok önkormányzatnál, ahol változás volt, akkor attól függetlenül, hogy bent ültek-e a testületbe, vagy valami módon részt vettek-e már az addigi önkormányzati munkába, lázasan készültek, ugye ez speciális eset volt, nyár közepén meg volt a választás, és csak október 1-től, illetőleg október 1-hez képest 15 napon belül alakultak meg a testületek, kezdődött el a tényleges munka. Nálatok, ugye te egyrészt része voltál már a korábbi testületnek, gyakorlatilag itt a lemondás után te már a települést is vezetted, és így módon tevőlegesen, ténylegesen tudtál készülni az új testülettel való munkára október 1-től. Úgy van. Volt több olyan egyeztetés is, ahol a régi képviselőtestületi tagok és az új képviselőtestületi tagokkal együtt készítettünk elő már döntéseket, vagy készítettünk elő olyan projekteket, amik a jövőre nézve fontosak. Tehát igen, ez ugyancsak azt mondom, hogy egy ajándékidőszak volt, tehát ez nagyon szerencsés volt számunkra, tehát én ennek örülök egyébként. Kicsit beszéljünk akkor most az október 1-én elindult új testület, új munkájáról, alakulóülés, az 5 éves ciklusnak a főbb állomásai pontjai. Változtattatok-e a bizottsági struktúrán, ugye az alakulésnek ez is egy napirendje, a bizottságok megalkotása, a bizottsági tagok kinevezése, megválasztása, tehát ilyen értelemben strukturális változás történt-e október 1-ével? Igen, először is ugye 5000 fölötti település lett Örkény, 5000 fő lakos fölötti, ezért a 7 képviselő, vagyis 7 fős képviselőtestület ből lett 9 fős, tehát 8 képviselő és egy polgármester. Ezért ez is változás, illetve a bizottságokban is változtattunk strukturálisan, de egyébként ugyanúgy 3 bizottság, 3-5 fős bizottság működik. Van egy gazdasági bizottság, van egy városfejlesztési bizottság, és van egy humánpolitikai bizottság. Humánpolitikai bizottságnak van a legtöbb munkája, heti szinten üléseznek. A legnagyobb feladat pedig a Városfejlesztési Bizottság, akinek, hát én összeírtam most egy kisebb listát. Ezeken természetesen végig megyünk. Nyilván a legnehezebb feladat a város fejlesztése, ezekhez meg a forrás szerzése, de majd erre persze külön kitérünk. A másik fontos dolog nyilván az eskületételek mellett az alpolgármester megválasztása. Sokan várják ezt a pillanatot, illetőleg, hogy ki lesz, aki a település vezetőjének helyetteseként együtt dolgozva vele irányítják majd a települést. Ráadásul nálatok, ha jól tudom, egy főállású alpolgármester lett. Igen, ez egy egyedi helyzet egyébként Örkénye, mert eddig mindig társadalmi megbízatásban látták el a feladatot az alpolgármesterek. Mi azt tudom mondani, egyébként Sponga Márk képviselő lett alpolgármester. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt időszakot, választás utáni időszakot mi már együtt csináltuk végig. A Márk közgazdász végzettségű, tehát van egy olyan szakmai háttere pénzügyi szempontból, ami nagyon fontos. Tehát ez az egyik szempont, hogy van egy szakmaiság mögötte, ami kiegészíti, meg hát mi kitűztük célul azt, hogy fejlődést fogunk hozni Örkényre, és ezért így kell berendezkednünk, hogy ennek a lehetőségei adottak legyenek. Van egy munka megosztás egyébként, nagyjából az alpolgármester is köztem, ő felel a pénzügyi feladatokért, adóügyekért például, és emellett a városüzemeltetést pedig ketten is, mindketten koordináljuk, és rá figyelünk erre, mert ennek van egy kis
elmaradása. Nyilván már maga az a feladat, nyilván az, hogy a várost ketten vettétek kézbe, és így módon közös erővel próbáltok forrásokat, fejlődést elérni, ez már nyilván egy plusz lendületet ad a dolognak, de az, hogy mindehhez forrásokat kell teremteni, ez csak egy kezdeti lépés. Egyébként úgy látod, hogy most az a stratégia, aminek nekivágtok, amivel nekivágtok a következő 5 évnek, ez miben más, miben hihet bennetek a most Örkényen élő? Hát én azt gondolom, hogy ami én látom, hogy más, hogy csinálunk, az a gazda szerep. Tehát, hogy mindannyian, akár képviselők, akár jó magam, akár alpolgármester úr, napi szinten rajta tartjuk a szemünket a város mindenén. Tehát én például a temetőbe kezdem a napot, ott megbeszélem a temető gondokokkal, hogy mert hogy ott is elég nagy elmaradás van, és ugyanígy a többi képviselő is, tehát ebben teljesen más munkát látok én az elmúlt időszakoknak. A másik kérdésem, nyilván amikor változás van egy önkormányzat életében, a leginkább kulcs szerep túl a település vezetőin az mindig a jegyzői munkakör, annak betöltése, és ebben nálatok szintén van egy változás, volt egy változás, ráadásul a távozó korábbi jegyző munkaügyi pert is indított. Ennek részleteit, ami elmondható a mikrofon mögött, meg tudod osztani hallgatóinkkal? Igen. A jegyző kérdés, ugye van egy munkaügyi per egyébként, de a választás után, tehát 3 jegyzőről van szó, volt egy jegyző, aki el lett bocsájtva, amit még az előző polgármester úr bocsájtott el, végkiegészítés is nélkül egyébként, és ő indított munkaügyi pert. Ez a munkaügyi per, ez most már másfél éve húzódik körülbelül, ítélethirdetés még nincs, ez novemberben várható. Most az utolsó tárgyaláson egyeztetések voltak a követelést tekintve. Nyilván a bíróság fogja megítélni, hogy jogszerű vagy jogszerűtlen volt-e az elbocsátás, és mi természetesen vállaljuk a következményeket, ami sajnos a városra nézve nem jó, de hát igazából nem az a probléma, hogy mondjuk egy polgármester és egy edző nem tud együtt dolgozni, mert ilyen előfordul, és ez elfogadható. Inkább ennek a módja, hogy egyik pillanatról a másikra mi is meglepődve tapasztaltuk, hogy el lett bocsátva a jegyző, és aztán jött egy következő jegyző, aki fél évig talán, vagy egy évig volt, és az utolsó jegyző pedig a választás másnapján mondott fel közös megegyezésre, tehát úgy indultunk neki az időszaknak, hogy akkor nem is volt jegyző. Most jelenleg Gomola Opocki Tamara a jegyző, abszolút olyan munkabírása van, ami néha engem is meglep egyébként, de most már így beállnak ezek a pozíciók, munkaügyi per eredményére pedig várunk. Nyilván helyt kell állni, ráadásul ez, ha jól értem, akkor gyakorlatilag egy rajtatok teljesen kívülálló, még az előző adminisztráció alatt történt ügy folyamányaként nektek kell helyt állni, amennyiben a bíróság így ítéli meg, ezt jól látom. Így van, és sajnos még több ilyen ügy is van folyamatban, ami az előző polgármester ciklusának a hagyatéka. A jelenlegi jegyzői feladatok ellátó személy már kinevezett jegyző, vagy épp pályáztatás alatt van egyébként a munkakör? Amikor én átvettem alpolgármesterként a városvezetést, akkor rögtön kiírtuk a jegyzői pályázatot, és ennek a pályázatnak az elbírálása után lett kinevezve. Örkény lemaradásban van a térség többi településeihez képest. Gondolok itt egyébként nyilván itt az M5-ös autópálya mentén elhelyezkedő településekhez képest, hisz az adottságai mindenkinek ugyanazok, talán annyi, hogy nyilván a Budapesttől egyre távolabb kerülünk. Az M5-ös autópálya közelsége, nyilván itt a logisztikai központok lehetőségei, ezek által nyújtott lehetőségekkel való élés vagy nem élés, illetve az 5-ös főút, a vasútvonal. Miben látod a
a változást, illetőleg többször beszéltünk itt is már az előző adminisztrációval, hogy az ipari parkot, illetőleg hát nyilván gazdasági társaságok letelepítése, ipari adóbevétel gerjesztése és ezzel való fejlődés elérése. Igen, az ipari park az egyik ilyen pont, amennyi kiugró lehet. Ennek volt egy olyan időszaka, amikor nem tudott előrelépni ez az ipari park különböző okok miatt. Ez volt az egyik legfontosabb munka, amit azonnal elkezdtünk a választás után, hogy minél előbb az első mérföldkőnek a kötelezettségeit be tudjuk adni. Annak az volt a feltétele, hogy legyen saját területünk, ezt meg is vásároltuk, és így az első mérföldkő meg is van, műszaki dokumentációk belettek adva, meg van még néhány különböző dolog, de minden, tehát az első mérföldkő megvan, és most jönnek a közműfejlesztéssel kapcsolatos dolgok, további tervek. De ezzel elindult a város egy olyan irányba, ami Örkényben még nem volt. Nyilván az egyik fele a gazdasági oldala, a másik fele a munkahelyteremtés. Egyébként szerintem ennek sok más, akár szociális, akár oktatási szempontból is nagyon sok eredménye lehet. Nyilván most van egy változás, vagy egy irány, ami az iparűzési adó bevételeket befolyásolja, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nem tehát a mi ipari parkunk betelepítését nem feltétlen befolyásolja az, hogy mi fog következni az elkövetkezendő időszakban. Az iparűzési adóról azért beszélgetünk még nyilván nagyon sok a homály. Még kicsit visszatérnék, jól értettem, hogy gyakorlatilag az első intézkedéseid egyike volt, hogy a város megvásárolt területet, amely eddig ugye sosem mint tulajdon volt képben, tehát iparosításról szó volt, illetőleg gazdasági társaságok betelepítéséről, de sosem saját területen. Most akkor ez volt az első, nyilván egy saját területet vásárolni. Az első mérföldkő az egyik feltétele az volt, hogy az ipari park, tehát van egy jelenleg besorolás szerinti ipari park terület, amiből 5 hektár volt az egyik követelmény az ipari park pályázat keretein belül, hogy ez az önkormányzat tulajdonába legyen. És akkor ezen az 5 hektáros területen valósul meg a csatlakozás gyakorlatilag akár a víz, akár a szennyvíz, akár az elektromos csatlakozás. És emellett van egy útfejlesztés is az iparipar, meg egy csomópont. Ezek a pályázat részletei. Nyilván az infrastruktúrát oda ki kell vinni, de gyakorlatilag ez a nulla pont, ez akkor még csak most szálltok ringben, most indul el a verseny, hogy jöjjenek beruházók, jöjjenek társaságok. Így van, és társaságok. További feltétele a pályázatnak az, hogy be kell telepítenünk, megvan pontosan, hogy hány céget egy X időn belül. Erre is már vannak egyébként előrehaladások, mert már tárgyalunk befektetőkkel, meg vállalkozókkal. Nem sok mindent tudunk, úgy még homályban van a dolog, de azért részinformációk már csepegnek. Új versenyképes járások programról lett volna tájékoztatás már a héten, amely egyelőre úgy néz ki, hogy elmaradt a Vármegyeházán, de ettől függetlenül azért keringenek itt a levegőbe információk. Ugye azt tudjuk, hogy bizonyos, ha jól emlékszem, 2025-ös adatok feletti iparűzési adóbevételt vennének el, a járásközpontok 250 millió forintot kapnának minimum, ha nem, akkor ezt kiegészítenék, illetve 500 millió forintot a nagyobb központok. Te mit tudsz erről egyelőre, a még nagyon homályba vesző információkról? Egyéb információm nekem sem, hozzám se jutott el. Hát bízom benne, hogy minél előbb megtörténik ez a fórum, ez az egyeztetés, ahol a járás polgármesterei részt fognak venni, és mindenki képbe kerül, hogy pontosan miről is van szó. Leginkább azért nehéz erről beszélni, mert egyrészt minden települést nagyon húsba vágóan érint, hiszen az iparűzési adó bevételből van egyáltalán lehetőség bármilyen fejlesztésen. Nyilván a pályázatok önerejéhez, a különböző egyébként állami feladatok kiegészítéséhez, a színvonalának megtartásához, de nem akarok nagyon belemenni, nyilván az önkormányzatok, akár az iskolák működtetéshez is tesznek plusz forrásokat, a helyi KMB-snek a egyéb juttatásai, az orvosok nyilván nem annyi, de szóval igazán messze menő dolog. És a másik probléma, hogy egyáltalán nem tudjuk, hogy ki dönt, kik döntenek e felett, hogy lesz, mert ez el tud nagyon jól is sülni, amikor tényleg a járás olyan fejlődés, tehát olyan infrastrukturális fejlesztéseket kap egy járás, tehát hogy a teljes járásban élő tapasztalhatja ennek előnyét és fejlesztési
mi voltját. Igen, hát bízunk benne, hogy ez... De akkor ezek szerint te sem tudsz még erről részleteket. A következő témánk az a bölcsőde, ugye bölcsőde pályázatra nyertetek jelentős forrást, amely úgy néz ki, hogy nyertes is volt, de mégis vissza kellett sajnos adni. Erről csak azért, hogy a kedves hallgatók kicsit képbe kerüljenek, mit tudunk elmondani a korábbi pályázatról? Hát én visszamennék az elejére, ez a bölcsőde fejlesztés, ez az általános iskolába valósult volna meg. Mi még 2023 elején nagyon sok hiányosságot véltünk felfedezni a tervdokumentációkban, ezeket jeleztük is. Sok előrelépés nem történt ebben az ügyben, és akkor most a választások utáni hónapban én azonnal összehívtam egy egyeztetést az intézményvezetők jelenlegi és jövőbeli képviselőkkel, osztályvezetőkkel, hogy beszéljünk erről a kérdésről, mert hogy egyébként december 31 lett volna a megvalósítás időszaka, és azért addig akkor már nem állt rendelkezésre csak 6 hónap, úgyhogy a közbeszerzés még nem volt eredményes. Közbeszerzés egyébként eredménytelenné nyilvánította a képviselőtestület, tehát nem is tudtunk előrelépni. Illetve a nagy kérdés az volt, hogy az általános iskolában egy bölcsőde hogy tud üzemelni, hogy tud működni. Ott, hát azt tudjuk mindannyian, hogy egy bölcsődének, meg egy általános iskolának a tempója, vagy a mindennapi élete teljesen más. És a főépítész asszony írt egy feljegyzést erről, hogy neki mi a véleménye szakmai szempontok szerint, illetve egyéb életvitel szempontok szerint, és akkor ezt vitattuk meg. És ezen az egyeztetésen gyakorlatilag egyhangúan mindenkinek az volt a javaslata, hogy ez nem jó döntés, hogy ott épülne egy bölcsőde. Az egyik a szakmai oldal, a másik pedig a megvalósítás, hogy lett volna 4 hónapunk gyakorlatilag megvalósítani a bölcsődést, tehát igazából így ez el lett engedve, vissza lett adva a pályázat, és most arra készülünk, hogy egy 3 csoport szobás bölcsődét valósítsunk meg. Egyébként azt kell tudni, hogy ez a több mint 100 millió forint, ez 11 férőhelyes bölcsőde, mini bölcsődére adott volna lehetőséget, ami egyrészt kicsi, másrészt meg nem volt jó helyen, harmadik pedig nem tudtuk volna az időt, nem lett volna elég az idő. Úgyhogy most előkészítés alatt van egy 3 csoportszobás, 36 férőhelyes bölcsőde, amire először is a helyet kerestük, ez most már erre is volt egy egyeztetés egyébként, hogy hol lenne a legalkalmasabb, illetve most elkezdődött egy tervezés előkészítési szakasz, hogy egy pályázat, amint megnyílnak a pályázati lehetőségek, ezt ki tudjuk használni minél jobban. Ugye az utóbbi időben, években sorra volt lehetőség bölcsődei pályázatokra, ez gyakorlatilag a járás vételkörzetünk települései mind éltek is vele, és nőttek ki a földből sorra a nagyobb és nagyobb bölcsődék. Most lesz lehetőség? Tehát vakon repültök, vagy azért van ígéret? Nem, tavaszra várható bölcsőde fejlesztéssel kapcsolatos pályázatok kiírása. Nyilván ezen dolgozunk, hogy most ezt minél előbb megtörténjen az előkészítés, és kezünkbe legyen egy olyan elképzelés, amivel azonnal tudunk pályázni, és meg tudjuk valósítani. Kicsit visszaugorva egyébként a korábbi lehetőséghez, pályázathoz, említetted, hogy ez az iskola épületében valósult volna meg. Nyilván számos kérdés felmerül. Egyrészt az, hogy az intézmény fenntartó ehhez, ugye az egyik az intézmény fenntartó által működtetett iskola, a másik pedig egy szociális intézmény, amelyet nyilván az önkormányzat működtet. Tehát, hogy ez hogy lehetett volna összefősülni? Volt ez, tehát a intézmény fenntartó hozzájárult ahhoz, hogy egyébként most egy gyerekház működik ennek a helyén, és ez lett volna kiegészítve még plusz területtel, de hát mellette ez is egy szempont volt, hogy akkor a gyerekháznak kell keresnünk egy másik helyet, ahova plusz forrást kell biztosítani, hogy ott azt a területet, ahova átköltöztetnénk, ott azt átalakítsuk olyan formán, hogy működhessen ott a gyerekház tovább. Tehát csináltunk volna magunknak egy problémát azzal, hogyha költöztetjük a gyerekházat. Egyébként én is ezt a döntést tartom a legészszerűbbnek és legkézenfekvőbbnek, hogy menjünk egy új irányba és egy nagyobb bölcsödét. Nyilván ilyenkor az ember úgy van vele, hogy
megnyert pénzt visszaadni, de most visszatérve arra, hogy még csak most kellett volna közbeszereztetni, azt ne adj Isten, jogorvoslattal megtámadják, akkor még csúszik, még gördül tovább, tehát szinte lehetetlen lett volna ezt határidőben. Egy közbeszerzést kiírtunk még az előző ciklusban, viszont ez eredménytelen lett, nem volt érvényes árajánlat, úgyhogy kellett volna egy következő forduló, aztán azt se tudjuk, hogy az eredményes lett volna. Úgyhogy ez egy, sajnos ez így zsákutcába futott ez a projekt. Az, hogy miért pont oda, meg miért pont így, ennek a kérdését én nem tudom. Az a lényeg, hogy most így egy egyetértés van az intézményvezetők és a városvezetés között, hogy ez nem volt jó döntés, és induljunk egy új irányba, ami sokkal nagyobb falat, viszont sokkal jobb. Említetted, hogy ezek a tervek azért már fel vannak skiccelve, fel vannak vázolva, megtaláltátok a helyet is. Nyilván innen Dabasról Örkényi helyismerettel nem rendelkezőként fogalmam nincs, de a kedves hallgatók, akik most örkényiek és hallgatnak minket, nekik talán mondana valamit, hogy éppen merre, hova terveztétek ezt az épületet. A főépítész asszony vázolt több területet. Nekem is voltak ötleteim, hogy melyik terület lehet alkalmas erre a projektre. Azt kell tudni, hogy volt egy még a 2019 előtti ciklusban volt egy bölcsöde projekt, aminek a helyszíne nem volt a legszerencsésebb, az sem valósult meg egyébként, az forráshiány miatt nem valósult meg. Arról is, az is szempont volt, hogy ott folytassuk, mert ugye ott van egy meglévő tervünk. Ezt elvetette az egyeztetésen a csapat gyakorlatilag, és most az új helyszín több helyszín kiválasztása mellett a piaszcsarnok mögötti terület, ahol egyébként kisovoda volt régen, ami most már nem működik, ott van egy nagyobb terület, ami alkalmas lehet erre, és egyébként központi helyen van, nem messze az óvodától. Most főépítész asszony azon dolgozik, hogy ennek az előkészítése megvalósuljon. Aki hal minket, adja át, tehát Örkény bölcsöde pályázat kiírására vár, úgyhogy hát ha mi hamarabb megvalósulhat ez a projekt. A közbiztonságra ugranánk át, így a blokk zárásaként. A városközpontból nem sikerült kiszorítani az ittas hajléktalan embereket, akik nem csak a városképet rombolják, hanem olyan vegzálási problémák is vannak, amikor ártatlan járókelőket ér atrocitás. Nyilván ez egy olyan probléma, hogyha nyitott szemmel járunk, akárhol lehetne. Nálatok ezek nagyobb számban jelentkeznek? Hát én azt gondolom, hogy ez több településen probléma, és sajnos több településen az a probléma, hogy eszköz nincs a kezünkben, hogy ezzel szemben fellépjünk. Annyi szerencsénk van, hogy van egy rendőrös Örkényen, és gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk a rendőrös parancsnokával. Emellett levelet írtunk a városközpontban lévő boltoknak, hogy segítsenek minket ebben. Újságban írtunk erről, az Örkény újságban, hogy a lakosságot is kérjük, hogy ne pénzzel támogassák ezeket az egyéneket, hanem inkább étellel mondjuk, mert hogy ők azért vannak ott, mert nekik nagyon kényelmes ott lenni, mert kapnak pénzt, abból tudnak venni maguknak alkoholt, és aztán így el lehet tölteni ott a napot. Egyébként én látok előrelépést, nyilván ez egy hosszabb folyamat, ami elindult. Van városőr, aki folyamatosan vegzálja ő is viszont ezeket az egyéneket. A rendőrség pedig mondhatom, hogy heti, napi szinten az alkohol közterületi alkoholfogyasztásért büntetéseket ró ki. Keressük még az eszközöket. Egy nagyon nagy előrelépés lenne, ha lenne körzeti megbízott Törkényen, és ebben most éppen tegnap is a parancsnok úrral erről beszéltünk, hogy tudunk előrelépni ebben a kérdésben. Ez egy nagy segítség lenne. Nyilván az egyik az a rendőri jelenlét, a másik az az önkormányzat részéről az áldozat, hogy mi mit tudunk megtenni, az biztosíthatok mindenkit, hogy mindent meg fogunk tenni. Mellette ugyanígy akár a prostitúció is kérdés, mert ez is jelen van nagyon sok helyen, nem csak Örkényen, sajnos, vagy akár a drog. Szerhasználat, igen. Erről is szó volt tegnap a közbiztonsági fórumon. Itt sajnos ugyanúgy akár a bíróság, akár a rendőrség kezében nincs túl sok olyan eszköz, amivel tudnak ők mozogni, de látjuk a problémát, és foglalkozunk vele.
és ez egy nagy szerencse, hogy egyébként ott van a rendőrösörkény, és akármikor napi szinten tudok egyeztetni a parancsnokúrral, és fel tudunk lépni akármikor ezekben az ügyekben. Tárgyi, személyi és anyagi eszköz a kezedben lenne, akkor mit látnál a legjobb megoldásnak? Tehát mi az, amit vágyhat egy településvezető? Nyilván rendőrőrsört van, de akkor legyen KMB-s is, közterületfelügyeleti megoldást, tehát köztereseket Közterületfelügyelet, ez nagyon jó lenne, ha lenne. Kiírtunk többször is, kétszer is már pályázatot, sajnos nem egy népszerű hely ilyen szempontból ez a pozíció, meg egyébként is őrkény, úgyhogy ezt szerintem kerülik a közterületfelügyelő jelentkezők, úgyhogy mi a városőrségben gondolkodunk első körben. Kerestünk meg külsős cégeket is, akik akár ilyen közterületfenntartással vagy rendfenntartással foglalkoznak. Ezek is elindultak, ezek a folyamatok. Vannak kilátások ezzel kapcsolatban. Azt tudom mondani, hogy az önkormányzat hajlandó erre fordítani akár jelentősebb összeget is annak érdekében, hogy ez meg tudjon oldódni, ez a probléma. Nyilván több településen így nálatok is kamerarendszer működik, talán nálatok is már be van kötve közvetlenül esetleg a rendőrkapitánysággal, de nem, nyilván ezek bővítése, folyamatosan az illegális hulladék lerakás kapcsán beszéltünk településvezetőkről, hogy nyilván nem ott fogják lerakni a hulladékot, ahol ezek a kamerák figyelik, ha kihegyeznek máshova, akkor újabb helyeket találnak. Tehát ez egy állandó versenyfutás és macskaegér harc, de a kamerarendszer és annak óvó tekintete kapcsán lehet megoldást várni? A kamerarendszer működik egyébként. Most azon dolgozunk, hogy a polgárőrség is tudjon élőképet nézni, és ők nagyon ambiciózusak ebben, hogy részt vehessenek ennek a felügyelésében. Emellett pedig a városőrünk fel van szerelve test kamerával, és így a közterületi alkoholfogyasztás esetén bizonyító erejű, hogyha valaki fel tudunk venni, és a rendőrség ebben... Kvázi tetten ér. Így van, és ebben a rendőrség partner, hogy éppen a héten egyeztettem őrsparancsnok úrral erről, hogy indítsunk el egy folyamatot, és akkor így ezzel a bejelentéseket még hatékonyabbá tudjuk tenni, nem csak a 112-n keresztül, hanem akár így videó bizonyítékokon keresztül is. Őrkény kapcsán játszóterezni már játszótereztünk, beszéltünk már a játszóterek okozta, illetve az ő körülük kialakult problémáról. Nyilván kevés, jó lenne több, azok használhatóak legyenek, vigyázzanak rá az ott élők, és lehetőleg még a környékből is odajárjanak, annyira nagyszerűek és jól működő játszótereket kívánna az ember. Na, jelenleg most mi a helyzet, hogy álltok játszótér ellátottságban elsőként? Hát nem jól. Amit kitűztünk célul az, hogy ebben az évben még a Tatár-Szentgyörgyi úti kirakodói játszóteret felújítjuk. Itt már a festés, mázolás elkészült, kerítés elemek cseréje is elkészült. Most még ott van egy műfüves focipálya, annak a háló elkészítése van folyamatban, tehát az a cél, hogy azt a játszóteret, ami egyébként egy nagyobb korosztálynak játszótér, az idén kész legyen. Most jelenleg ez látogatható? Csak azért igen, kérdezem, abszolút, mert igen. Ezt speciál pont ismerem, tehát nyilván itt a kisgyerekesek előnyben, akik körül jártuk, hogy mindig más helyre a gyerek ne unja meg, jártunk körbe-körbe, Bugyira, Őrkényre is, ezt a játszóteret pont nagyon szerették a gyerekeim, mert tényleg az, hogy a nagyobbaknak szánt játékok is vannak, és nyilván a kisebbek mindig azzal szeretnek játszani, ami már egy kicsit feszegeti a határ. Igen, ez a játszótér, ennek a felújítása be fog fejeződni még ebben a hónapban, illetve van egy másik játszótér fejlesztés, ami elindult. Őrkényen, egy cég, aki a közétkeztetést végzi, ő vállalta, hogy fejleszt egy játszóteret. Ennek a játszótérnek az előkészítése és a helyszín kiválasztása van folyamatban most. Mi ennek nagyon örülünk és nagyon hálásak vagyunk. Az az elképzelés, hogy húsvétra fog megvalósulni ez a játszótér. Tehát nem kezdtük el idén, mert így most karácsonyra lett volna kész a játszótér körülbelül, úgyhogy ez év elején fog elkezdődni, és várhatóan húsvétra lesz átadva. Ami mellett egy mezítlábas park is meg fog valósulni, az pedig egyesületi forrásból. Úgyhogy elindultunk ebben. Az első lépcső az egy nagyon jó lehetőség, hogy lesz egy olyan játszótér, ami gyakorlatilag a várost
nem fogja terhelni, de meg fog valósulni, és ki fogja elégíteni az igényeket, meg mellette a jövő évi költségvetésben úgy tervezzük, hogy a zeneiskolával szemben lévő játszóteret azt teljesen újra gondoljuk, és új eszközökkel lesz felszerelve. Tehát több felújítás az idén az nem fog megvalósulni, de elkezdődött ennek a folyamatnak a felmérése és megoldása. Tehát a Tatár-Szentgyörgyi játszótér az még ebben a hónapban, hogy mondtad, az megnyit, újra lehet látogatni. Most is lehet látogatni. Tehát felújításra kerül, illetve akkor ez a külsős cég, nevező külsős cégnek biztosít majd lehetőséget egy játszótér kivitelezésre, megvalósításra. Itt csak azért forszíroznám a dolgot, mert sok hallgató egyébként azt gondolja, hogy most mi kerül ebbe olyan sokba, egy rugó, kiszuperált autó lengéscsillapítójából, egy rugó, ráteszek egy lapot, valami asztalos szerzünk, és akkor a gyerek majd ott hintázik. Tehát egyáltalán nem ilyen egyszerű a dolog, itt előírásoknak kell megfelelni, és akkor ne adj Isten uniós normáknak kell megfelelni, nem utolsó sorban pedig évente felülvizsgál. Két évente felül kell vizsgáltatni jó pénzért ezeket a játszótereket, illetőleg a eszközöket. Igen, tehát ezek az eszközök nagyon drága eszközök, akár csak egy homokozó is több százezer forint, ami egyébként csak néhány deszka, ha így nézzük. De itt is van többféle, tehát akár lehet beszélni a fa eszközökről, lehet beszélni kompozit eszközökről, nagyon széles körül, én is meglepődtem, hogy mennyire nem egyszerű dönteni akár egy eszközben, mert hogy óriási összegeket látunk, és utána ennek a fenntartása is fontos kérdés. De a hallgatókat meg tudjuk nyugtatni, elindultatok az úton, tehát várható ebben előrelépés, illetőleg amint meg lesz nyilván a 2025-ös költségvetés, ott is terveztek be erre forrásokat. Így van. Őrkény életút programra ugranék át. Elsőként a hallgatóknak mondjuk el, hogy mik ennek elemei. Még nem teljes a program, tehát igazából elindultunk egy úton, mi is, egy életúton az önkormányzat, amiben néhány elemet összefésültünk, ami már régebben is megvolt, illetve új elemekkel egészítettük ki, amivel elindultunk. Még azt mondom, hogy van mit csiszolni rajta, de nagyon jó ötletek vannak, és nagyon jó inspirálódik a csapat ezzel a lehetőséggel, hogy ilyet fogunk csinálni. Egyébként, ami ki lett egészítve, az a baba köszöntő, ami már megvolt 19-től, ezt elindítottam, és aztán a előző polgármester úr folytatta is szerencsére. Ezt most mi kiegészítettük annyival, hogy olyan termékeket vagy olyan eszközöket raktunk a csomagba, ami sokkal jobb és hasznosabb, mint ami volt, illetve a képviselőtestület megszavazta azt, hogy a baba kötvényekben minden őrkényi szeptember 1 után született őrkényi újszülöttnek 40 ezer forintot befizetünk a baba kötvény számlájára. Emellett az óvodai csomag és iskolai csomag, ami nem feltétlen anyagi segítség, hanem egy gesztus gyakorlatilag az önkormányzat részéről különböző reklám tárgyakkal, ha mondhatom így, akár egy órarenddel, vagy egy színezővel, ami egy gesztus volt részünkről. Emellett az ösztöndi program is elindult, ezt is a képviselőtestület támogatta egyhangulag, amiben olyan hiány szakmákat, ami akár óvónő, mondjuk, vagy tanár, vagy rendőr, vagy közterületfelügyelő, akiknek a tanulás alatti időszakát támogatjuk 50 ezer forinttal havonta. Ebben egyébként az óvodában nagyon nagy siker volt ez, és most már 4 óvónő van, aki tudunk támogatni ösztöndíj programban. Tehát ez nagyon abszolút sikeres, és remélem, hogy később, én azt gondolom, hogy 5000-es településnek, mint Őrkény, kell legyen ambíciója sok mindenkinek, hogy mondjuk rendőr legyen például. Úgyhogy az a cél, hogy mi neveljünk ki magunkból ilyeneket, és ebben segítsünk önkormányzatként másoknak. Úgyhogy ez is elindult, óvoda szinten már működik is, remélem, hogy később akár rendvédelmi ellátásban is tudunk segíteni. Emellett például éppen a héten egyeztettem igazgatóasszonnyal általános iskolából, hogy ami is ugyanúgy az életút program része lehet, egy olyan nyílt nap az iskolásoknak, akár pályaválasztási szempontból, akár
alsós osztály esetén egy edukációs szempontból, hogy megmutassuk, hogy működik egy önkormányzat, hogy működik a közigazgatás, és erre ki fogunk dolgozni egy programot, erre már nagyon sok előrehaladás van, hogy gyakorlatilag kinyitjuk az önkormányzat, és megmutatjuk egy végzős nyolcadikosnak, hogy na, így működik a pénzügy, így működik akár a rendészeti osztály, vagy a jegyző mit csinál, mivel foglalkozik egy polgármester, és akkor ezeket az elemeket szeretnénk a gyerekeknek bemutatni, ami ugyanúgy az életút program része gyakorlatilag, mert hogy támogatja a gyerekeket abban, hogy integrálódjanak akár a közigazgatásba, akár a pénzügyi dolgokba. Vagy kedvet kapjanak hozzá, nem utolsó sorban. Igen, emellett pedig az idősekre is odafigyelünk, és most például holnapi nap lesz az idősek napja, megrendezve Örkényen, ahol az esélyszociális szolgálattal közösen fogunk egy délutáni programot megvalósítani, ahol igyekszünk egy tartalmas, tartós élelmiszercsomagot minden időskorúnak biztosítani. Mellette pedig szeretnénk még az idén, ez még mondjuk a szociális keret fogja meghatározni, hogy tudjuk a 65 év felettieket támogatni egy jelentősebb összeggel. Nálatok idősek napközis otthona működik? Jelenleg nem, ez is kidolgozás alatt van. És akkor nyilván ez még csak egy napközis otthon, ettől még egy nagyobb ugrás, hogy esetleg idős otthont működtetni, igen. De hát nyilván ezek akkor távlati tervek lehetnek. Igen. Végezetül, de nem utolsó sorban, mint ahogy általában programokkal, eseményekkel, rendezvényekkel fejeznénk be most is a beszélgetést, Forradból Fesztivál. Itt leginkább a Covid kapcsán volt mindig fájó szívvel tudatva velünk, hogy sajnos, utána leginkább anyagi forrásokra hivatkozva sajnos. Na, mi lesz a Forradbor Fesztivál sorsa? A Forradbor Fesztivál lesz. Lesz, ez már jó hír. Igen. Igen, volt egyrészt a Covid, ami megállította ezt a folyamatot, illetve tavalyi évben már a képviselőtestület támogatta, hogy 15 millió forint forrást biztosítsunk a Forradbor Fesztivál megrendezésére. Sajnos ott egyrészt későn lett elkezdve a szervezés, másik szempont meg, hogy nem voltak meg a megfelelő emberek arra, hogy megvalósuljon a fesztivál. Idén most egy 10 fős szervezőcsapat állt össze, és csinálják a szervezést. Heti szinten van, hogy heti 2 alkalommal is egyeztetnek. Összeállt a program most már, tehát most már az infrastruktúra és az egyéb ilyen fontos dolgok vannak napirenden. A fontos dolog, akkor mindig az, hogy ki lesz a fellépő, megmondja, húzd ki belőle, hogy ki lesz a fellépő. Miket lehet tudni, miket lehet elmondani, kivel van már szerződés, talán inkább azokat. Gyakorlatilag a fő fellépők mindegyikével megvan már a szerződés, ez volt az első lépcső a szervező csapatnak, hogy meglegyenek a szerződések. Az első nap pénteken az egy retro nap lesz, ahol leginkább retro fellépők fognak, ami egyébként én meglepődtem, hogy mekkora sikere van ennek az ötletnek, olyanokkal, mint mondjuk Álmokfutók, Vétek, ezek a régi 90-es évek klasszikusai. Hát akkor még zene szólt. Bocsánat, igen. Igen, a szombati napon ott most délelőtti programként egy brand new gyerekkoncert lesz, előtte óvodások is be fognak mutatkozni, nagyon készülnek a fellépésükre. Aztán délután Péter Sramek, ami ugyanúgy nagyon népszerű, számomra is meglepő, hogy mennyire népszerű, a fellépők között, illetve este nagy koncertet Follow the Flow fogja adni. Ez a nagy színpad, emellett van egy kisebb színpad is, ahol pedig lesz látványfőzés, lesznek térségi nyugdíjas klubok, akár dalárdák, népdalkörök, olyanoknak a fellépési lehetősége, biztosítása, akik fontosak, hogy megjelenjenek és ott legyenek. Illetve vasárnap stand-up comedy is lesz a programban, ezen a kisebbik színpadon. Mellette korcsolyapálya is fog működni. Tehát nagyon sokrétű program. Van egy Mese Barlang nevű helyszín is, ahol inkább a kisebb korosztálynak vannak programok. Itt akár a babtársulatot is tudom említeni. Lesz Firkafal, az nagyon izgalmas, mert gyakorlatilag az önkormányzat nagy termének a falára lehet rajzolni gyerekeknek.
gyerek lennék, mennék a zsírkrétával. Emellett lesz papírszínház például a gyerekprogramok között, tehát nagyon sok rétű, nagyon jól összeállt az egész, de én azt mondom, hogy kövessék nyomon a forradborfesztivál.hu-t, vagy a Facebook oldalt, és ott minden információ meg fog mindenki találni. Jelenleg a támogatók felkeresése, felkutatása az egyik legfontosabb szempont. Idén még kiegészítette a képviselőtestület plusz forrása lesz, tehát a önkormányzat részéről az anyagi forrás az rendelkezésre áll. Mellette a fennmaradó összeget azt idén is ugyanúgy, mint 2019-ben a támogatók, egyrészt a támogatókból biztosítjuk, a másik pedig a helypénzek, vagyis a bérbeadással kapcsolatos bevételekből. Ajánlom egyébként mindenkinek, hogy tényleg látogasson el a Forradból Fesztivál Őrkény oldalra, ott már ízelítőt kaphat az együttesek programjáról, műsoráról, és hát nem utolsó sorban megtudjátok az időpontokat. Például a Faladőfaló nagy koncert az november 16-án 20:30 lesz majd. Ilyen értelemben, tehát akkor 15-e és 17-e között lesz a Forradbor Fesztivál. Novemberről beszélünk persze, tehát már nem kell csak egy hónapot várni. Malata Zsoltnak én nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk. Természetesen időről időre várunk a következő ciklusod alatt ide beszélgetni, hogy beszámolj a aktuális helyzetről, remélhetően a jobbnál jobb pályázati lehetőségekről, forrásokról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást.